Kedves nézőink, stúdiónk vendége Molnár Zsolt, alezredes, a Ludovika zászlóalj parancsnoka. Beszélgetésünk apropója pedig a május 14-én és 15-én megrendezésre kerülő második Ludovika Fesztivál. Parancsnok úr, hogyan készül a zászlóalj a fesztiválra? A zászlóalj lelkesen, és azt gondolom, hogy nagy erőbedobással készül a fesztiválra. Elkészítettük a terveket, természetesen felvettük a kapcsolatot az érintett szervekkel, illetve személyekkel, és a lehetőségekhez mérten a legmagasabb színvonalú rendezvényt kívánjuk lebonyolítani a vezérkar, illetve a minisztérium segítségével. Milyen programok lesznek? Ketté bontanám a programokat. Alapvetően lesz egy csapatzászló átadási ünnepség, illetve lesz maga a száznapos ünnepség a fesztivál részeként. A csapatzászló átadási ünnepség az a alaki szabályzatnak és a szolgálati szabályzatnak megfelelően fog lebonyolításra kerülni, míg maga a száznapos ünnepség pedig az különböző elismerések átadásával fog kiegészülni, illetve a zászlóalj maga köszönti a negyedéves végzős tisztjelölt hallgatókat, és a fesztivál részeként pedig természetesen civil, hagyományőrző rendezvények kerülnek lebonyolításra, illetve lehetőséget szeretnénk biztosítani mindazok a katonai szervezetek és nem katonai szervezetek részére, akik beszeretnének mutatkozni, és szeretnék jelenlétükkel emelni magát a fesztivált, illetve a száznapos ünnepséget. A hagyományőrzők, hogyha a titkokba be lehet-e avatni a nézőket, milyen programokkal várják majd az érdeklődőket? Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül érdekes program lesz. A Várőrség Alapítvány részvételével kerül megszervezésre, illetve megtervezésre ez a hagyományőrzés. A török kortól gyakorlatilag az 1800-as évekig a teljes palettát felkívánják vonultatni, ahol meg szeretnék jeleníteni az adott kornak a megfelelő fegyverzeti bemutatót, illetve különböző harcászati bemutatókat, valamint az akkori mindennapi életbe is szeretnének egy bepillantást nyújtatni. Parancsnok úr is említette a csapatzászló adományozási ünnepséget. Milyen jelentőséggel bír ez a zászlóalj életében? Én azt gondolom, hogy a megalakítási ünnepség mellett az egyik legnagyobb ünnepe kell, hogy legyen egy alakulatnak, egy csapatnak. A csapatzászló jelképezi a hűséget, a haza iránti elkötelezettséget, a becsületet, és minden katona, legyen az békében vagy háborúban, zászlóra, csapatzászlóra esküszik föl, esküszik meg, és a csapatzászló jelképezi magát a katonát, a hadsereget, és magát a csapatot, az alakulatot. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.